Én Bogit nem érzem egyáltalán tőlünk távolinak. Annyira szerény. Van nálunk minden, pénz, mindenki hallgat, mindenki néz. Egy óriási meglepetés lesz számukra, hogy azért milyen házban élünk, milyen kertben élünk, meg egyáltalán milyen a millió. Van nálunk minden, pénz, mindenki hallgat, mindenki néz. Van nálunk minden, pénz, mindenki hallgat, mindenki néz. És akkor ugye van itt saját szaunánk, meg hamám, meg szauna van tévével. És kilátunk a Boszporuszra a szaunából, tehát ilyen nagyon durva. Adam, van nálunk minden, pénz. Nem lécsőzünk, hanem létezünk. Jézus! Hát igen, a ház az még jobban meglepte őket, mint a kert. És szerintem soha életükben nem láttak még ilyen pompát. Most egy olyan helyre viszlek benneteket, amit el sem tudtok képzelni. Múzeumi darabok, igen. A legdrágább gyémántok. Van nálunk minden, pénz! Ez elég nagy. Milyen vastag ólyuk volt. Igen, ez elég nagy. Ez 140, ez 250 ezer dollár. Jöhet! Na nézzétek, hát erre kell cserélnem a gyűrűmet. Van nálunk minden, pénz! Nem? Ez azért még jobb. Kérlek. Mint a mostani. A mi esküvőnkön egyébként olyan szintű aranymennyiség érkezett. És nem ilyenek, hanem ilyen egészen nagyok. Vivi, nem szomorkodtál egyébként, hogy a gyűrűt pici? Nem akartál egy kicsit nagyobbat? Nem, én. Van nálunk minden, pénz, mindenki hallgat, mindenki néz. Akkor itt ilyen klubtagsági van, mi? Klubtagsági érlette. Minimálisan 40 ezer dollár a klubtagság. Van nálunk minden, pénz, mindenki hallgat, mindenki néz.